Na most ez egy iszonyú keskenyösvény, és a kiábrándulás után jön, tehát a bálványimádás után jön a démonizálás. Tehát, hogy hogy mondjak egy ilyen aszfalt szöveget, ahogy te is az előtt mondtad, hogy ezek az időjárás, a sok atom, ugye én nekem a nagymamám mondta ezt, hogy ez a sok robbantás, ettől már alig van tavasz, most is ezt egyébként éljük. Tehát és a harmadik lépés a rálegyintés, vagy a bagatelizálás. Tehát elképesztő felelősség van a kommunikációban. Én ezt valóban tényleg mindig nagyon fontosnak tartottam. És így, de igen, teljesen igazad van a felvetésben, az eufória után jött egy kiábrándulás, az a szó, ami itt elhangzott az epigenetika kapcsán, az egy új reményt adott, de ne várjunk csodát, helyére kell tenni. A tudomány egy csodálatos emberi intelligenciának, az emberi gondolkodásnak egy gyönyörű teljesítménye, bármilyen tudomány, de nem mindenható. Mielőtt még az epigenetikára áttérnénk, ugye érzékeltetted azt, hogy valóban egy nagyon nagy nekibuzdulás volt. Ugye itt a kivetített ábrákon lehetett is látni, hogy a genetikai adathalmaznak valami fantasztikus gyorsaságú bővülése, szaporodása volt. Hogyha erről mivel tudunk többet ezzel a génről, az emberről? Elképesztő adatbankok vannak, ott az iménti ábrában láttuk, hogy másfél évente a genetikai információ, ami mondom interneten szabad, majdnem minden szabad, megkétszereződik. És a döbbenet az, és a te bevezetőddel egy icipici ponton vitatkozva, hogy az árak meg csökkennek, felére csökkennek másfél év alatt. Na most olyan, hogy ez egy emberi géntérkép elolvasása, idegen szóval szekvenálása, vagy szekvencia elolvasása, ez hamarosan ingyen lesz. Tehát egy konkrét emberi, nem általában, hanem egy konkrét ember. Egy konkrét individuum meghatározása. Itt lehet látni, hogy rengeteg cikk jelenik meg erről, iszonyú mennyiségű irodalom van. Ott 261 millió tudományos cikkből jelenleg 25 millió, tehát ez óriási arány, több mint 10%, vagy majdnem 10%, ezzel foglalkozik. Ez egy divat, ami nagyon jó, mert nagyon sokan végeznek értelmes munkát. És amikor elhatározták, hogy az emberi genomot elolvassuk, ez egyébként Benecianer Pál mondta nekem azt a tudománypolitikai pletykát, hogy 1989-ben ugye az Egyesült Államok azzal találta magát szembe, hogy a örök ellenség, az ördögi Szovjetunió összeomlott. És egyes elég rossz májú emberek azt mondják, hogy a washingtoni adminisztrációnak kellett valamire figyelni és rácuppanni, hogy az állásaikat megtarthassák. Ez tudom, hogy nem egy jó indulatú mondat. És ez volt Watson, aki a DNS modell egyik kidolgozója, évek óta ostromolta az amerikai tudománypolitikát, hogy olvassuk már el az emberi genomot, ez a teljes örökítő anyag. És azt mondták, hogy mi a fenének, annak egy kis része az, ami érdekes, a többi junk. A junk azt jelenti, hogy szemét, hulladék, felesleges. Ez a sivatag. Mert ma már tudjuk, hogy óriási jelentősége van a sivatagnak, csak már sivatagra gondolunk, az arab sivatalok alatt olaj van, tehát egyáltalán nem olyan. Na most ez elindított egy elképesztő pénzügyi, és természetesen ott van a pénz is, fejlődést, aminek eredményeképpen a metodikák gyorsulása lévén
kezdtek 3,2 milliárd dollárral, ennyibe került egy vagy néhány ember genomjának a teljes elolvasása, csak hogy tudjunk valamit ennek a dimenziójáról, 3 milliárd nukleotid betű, 4 nukleotid betű nyelven szól a DNS, van minden egyes sejt magunkban. Egy emberi sejtmag olyan nagyjából 1 mikron átlag méretű, tehát a milliméter, amit még látunk, annak az ezred része, és tessék elképzelni, ebben 2 méter DNS van. 2 méter. Tehát micsoda csomagolás technika, ahogy ezek össze vannak gyűrve, össze vannak zsugorítva vagy felcsavarva. És ennek az ára 3,2 milliárd dollár volt. Az egyik előző ábrában látszott, hogy éppen 2 hete jelentették be, hogy 1000 dollár alatt van, és néhány év múlva ingyen lesz. Néhány év múlva ez úgy fog járni, én amikor kisrác voltam, és a szüleim az első tévét megvették, akkor még kellett tévé előfizetési díjat fizetni, biztos van, aki erre emlékszik. Hát ma ez már természetesen nincs. Az is teljesen olyan szolgáltatás lesz, és néhány év múlva, talán nem is 10 év múlva lesz a zsebünkbe egy ilyen kis hitelkártya, vagy cashkártyaszerű chipkártya, amin ott lesz a genetikai információnk, mert nagyon egyszerű. Az egy más kérdés, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mit kezdünk ezzel az információval. Tehát hogy fogjuk a mindennapi egészségünkben, a betegségünkben használni. Nagyon jó volt és igazad volt abban a felvezetésben, hogy ez mindenkit érdekel. Mindenki tudja, látta, hogy a szülei hogy éltek, vagy hogy mentek el, milyen fájdalmaik, betegségeik voltak, és mindenki arra gondol, hogy velem mi lesz, meg az utódaimmal mi lesz, mit adok át ebből, mi az, ami... De ez olyan téma, nincs ember, akit ez ne érdekelne. Hogyha ezt az epigenetika oldaláról nézzük, mert ugye odáig tiszta sor, 37 stifit elolvasunk, azonban jól megtudjuk, hogy megvan az én géntérképen, ott van a kis kártyán, abból meg fogják mondani, hogy velem mi lesz egész életemben. Ez a lényeg. Igen. Tehát, hogy a stifikben ezt szépen leírják. Igen. Ugyanakkor az epigenetika pedig belép ide, és ez egy új, ahogy mondtad is, egy új dimenziót hoz a génkutatásban, pontosan abból a szempontból, ami mindenkit érdekel. Tehát hogyan tudjuk ezt az öröklődésnek, környezeti hatásoknak, ez a dimenziója, ez az egyensúlya, a tudomány mostani állása szerint hogyan néz ki? Azt fogja tudni ez a chipkártya megmondani, hogy milyen rizikóink vannak. Tehát milyen hajlamunk van. A legjobb szó a genetikára az, hogy valószínűség, hajlam. Ugye a magyar nyelv fantasztikusan szép és gazdag. A hajlam szót mindenki érti. Hajlamos vagyok valamire. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan ez lesz velem. Például nagyon érdekes, engem nagyon izgat, különösen mostanában az egészség, biológia, egészség. Egyetlen nagy világnyelv se használja ezt a szóösszetételt, pedig erről van szó. Az én egészségem az testi, lelki, szociális egészség, tehát az is benne van. Tehát a rizikó tényezőinket tudja ez a chipkártya bemutatni, amit esetleg örököltünk, vagy olyan mutációk révén, ki nem javított mutációk révén hordozunk magunkban, ami a lehetőséget jelenti. Azt a lehetőséget, amit ahogy mondtad, az epigenetikai, a környezeti hatások hívnak elő, csendesítenek el, vagy erősítenek föl, szólaltatnak meg, vagy némítanak el. Tehát ezt a szakma génexpressziónak, gén kifejeződésnek mondja. És nagyon sokban mi tehetünk róla? Szóval, amikor azt mondjuk, hogy az életmódunkon
nagyon fontos, hogy az tudatos legyen, hogy mit teszünk, hogy mennyit teszünk, hogy mennyit mozgunk, milyen higiéniában élünk, milyen lelki körülmények között élünk, mosolygunk-e eleget, van-e egy olyan környezet, ahol jól érzem magam, ahol nem csak kommunikálok, hanem társaságba beszélgetni is tudok, ez iszonyú fontos. A családnak a behatása elképesztően fontos, a társaságnak a kérdése, a társas kapcsolatok. Azért az egy jelentős részben önbecsapás, amikor azt mondom, hogy hát én genetikailag ilyen vagyok, nincs mit tennem. Ugye ismerjük, ezt szoktuk úgy mondani, hogy hát ezt örököltem, ez igen. Jutott. Igen, nagyon kevés olyan genetikai jellegzetesség van, amin nem lehet változtatni. Van ilyen is. Van egy-két olyan betegség, kórkép, illetve van egy-két olyan egészséges állapot, mert ne csak amikor génnel foglalkozunk, a gének nem azért vannak, hogy megbetegedjünk, mondta egyszer egy okos ember. Tehát az egészségünk, az éberségünk, az is egy csomó genetikai tényezőtől függ. Csak egyetlen egy példa, a szélsőségesen környezeti hatás az, hogy ére minket, ha átmegyünk az úttesten, ére minket baleset. Hát ugye jött valaki, aki nem adta meg az elsőbséget, zebrán átment és minket elcsapott, arról elvileg teljesen külső, de nem igaz. Mert az, ahogy én hogy figyelek, hogy kialudtam-e magamat, hogy mire gondolok, hogy milyenek a reflexeim, ebben genetika is van. Tehát amit nagyon jól és helyesen felvezettél, a genetika és a környezet, ez elválaszthatatlan egymástól. Tehát egyszer azt mondtuk, hogy a genetika a hardware, a epigenetika a software. Mert az működteti azt az apparátust, ami itt van minden egyes sejtünkben. És egyik se a másik rovására érdekes, hanem együtt érdekes a kettő. Ebben a relációban hogyan definiálnád az epigenetikát? Mint olyan hatás, ami nem érinti a szüleinktől örökölt genetikai információt, hanem a genetikai információ megszólalására vagy elhalkulására hat. És a legfontosabb, amit most éppen látszik, hogy még a genetika irreverzibilis. A fogantatásunk pillanatában kaptunk egy óriási genetikai örökséget, amin kis változások, mutációk, stb. Lehetnek, aminek egy részét a szervezet eltünteti, főleg amik veszélyesek, míg a epigenetika reverzibilis, tehát megfordítható. Tehát ha én életmódot váltok, például a dohányzást abba hagyom, vagy megpróbálok jobb kedvűen élni, megpróbálok mosolyogni, és komolyan mondom, a mosolynak gyógyító hatása van. Hát kinek van kedve egy munkahelyen egy citromba harapott főnökkel találkozni, és a gyomrom már összeszorul, amikor megyek befele. Ha ott egy jó hangulat van, ott emberek vannak, persze munka van, de ott tudom, hogy nem tartanak be nekem, hát ezek optimális megoldások, az nagyon jó. Hogyha én egy vidám, tehát ha én egy ilyen időt látok, mint ami most van, hogy süt a nap, és a kertünkben a hétvégéről mostanra egy csomó virág kinyílt, és ennek tudok örülni, ez nekem jó. De hát nem csak a környezetemnek, egyébként az se baj, hogyha látom, hogy a környezetem örül neki, nekem jó. Tehát a lelki egészség és a testi egészség elválaszthatatlan. Hogy hivatkozzak Kopp Máriára, akinek talán többen ismerték a nevét. Ő még elhunyt, néhány éve elhunyt. Ő egy pszichiáter volt, aki a magyar
társadalom lelki egészségével foglalkozott. Döbbenetes, érdekes volt, nem tudom, láttad-e azokat a magyar lelki állapot könyveit, például még annak idején a férjével, aki informatikus volt, és úgy állított össze egy kérdőívet, és annyi emberen vizsgálta, hogy a levont következtetések statisztikailag relevánsok legyenek. Olyanokat kérdezett meg emberektől, kb. 40-50 kérdést, hogy dohányzik-e, egyedül éle, mi a legrosszabb emléke a gyerekkorából, mi a legjobb emléke, átlagosan hány sört iszik egy héten, és így tovább egy csomó ilyen kérdés. Majd az volt az, ezt kiértékelték, majd az volt a döbbenetes ötlet, hogy kb. 5 év múlva megkereste ugyanezeket az embereket, és először azt nézte, hogy ki van életben. Mert ez egy olyan végpont, bocsánat, hogy valaki meghal, hogy az igen markáns, ezt ugye nem lehet ebben csalni. És megnézte, hogy azok az emberek, akik már nem élnek, azok bizonyos kérdésekre, mik voltak azok a kérdések, amire másképp válaszoltak, mint akik még akkor is éltek és élnek. Ez fantasztikus, érdekes volt, és az élettartam, a vállalt gyerekeknek a száma, az életminőségnek egy sor kérdése, a magány, a társas lény, a kultúra iránti érdeklődés, ez nagyon fontos része volt. Hát én állítom, hogy a zene például, és most éppen írunk egy ilyen könyvet, és Kodály Zoltánné fogja a bevezetőt írni, és 16 fantasztikus zene nevelő, pszichológus, zenész, énekes Zorán például fog benne írni, mondja el a zenéhez való viszonyát. Hát melyikünk nem érzi jobban magát, ízlésünktől függetlenül, hogyha hall olyan zenét, ami őneki tetszik. Ez igenis élettani változásokat indít meg az emberbe. Tehát az esztétikum, én múlt héten voltunk kint a húsvéti napokban Bécsben, és a Albertinában volt egy orosz avantgárd kiállítás, Chagall, Malevich és mások, persze Picasso is volt, az az állandó kiállítás, és végignézni ezt a képeket, fantasztikus élmény, nagyon fárasztó élmény egyébként, de hát döbbenetesek a Chagallnak a fiatalkori rajzai. Szóval én úgy érzem, hogy a művészet, a zene, a képzőművészet, egy szép versnek a meghallgatása, az élettani funkciónkat is befolyásolja. Látjuk azt, hogy a tudomány mit tud arról mondani ennek az óriási első hallása és első pillanatása, óriási távolságnak az áthidalásáról. Távolságon azt értem, hogy ott van a DNS, benn a sejtjeinkben, és ott van egy Chagall kép. És hogy a kettő között valóban epigenetikus interakció van. Hát nem tudom, és hagyj mondjam, és hagyj próbáljam ezt tényleg nagyon szerényen megfogalmazni, és ez nem egy, én szerintem a genomika az tényleg szerénységre oktat. Szóval az ember belátja ezt a döbbenetes, nyíló világot, a dolog kezdetén állunk, tehát a jéghegy csúcsának a csúcsát érzékeljük egy-két dologgal, hogy a zene hallgatás, azt a példát mindenki hallotta, hogy tehenészetekben próbálták ki, hogy a tehenek tejtermelése bizonyos Chopin, nem hiszem, hogy a heavy metal jól hatott, de Chopin esetleg, vagy Mozart jobban hatott. De meg lehet talán abban fogalmazni az epigenetikai irányt, amit érdemes lenne vizsgálni, amit már eddig is megcsináltak. Megcsinálták például azt, hogy
pszichiátriai betegségekben, súlyos pszichiátriai betegségekben, kiégésben, és utána kiégés az néha átmegy súlyos depresszióba. Depressziós embereknél és depresszióba hajszolt állatoknál, erre vannak nagyon elfogadható modell kísérletek, az agyban találtak már olyan géneket, amelyeknek a kifejeződése és a lecsendesedése molekulárisan tetten érhető volt. Vagy olyan szülők például, olyan édesanyák, akik súlyosan beteg gyerekük mellett élnek, és velük vannak egy súlyosan autista, vagy egy downos, tehát mongoloid idióciában szenvedő gyerek, innen nem lehet elmenni. Ezeknek a rehabilitációja, a szülőkre való figyelés eszméletlen fontos, vagy például olyan kórházakban dolgozó nővérek, akik Alzheimer-es betegeket gyógyítanak, ahol a teljes, szóval nincs javulás, csak folyamatos romlás van, nekik kötelező X időnként elmenni szabadságra. Hospice-ban dolgozóknál kötelező az, hogy bizonyos időket kihagyjon. Na most ezek ilyen empirikus megfigyelések, de egy nagyon érdekes állatkísérletet hagy mondjak el, mi sokat dolgozunk egerekkel. Az a ketrec, amiben az egereket tartjuk, az egy szabvány. Méret mondjuk 4-5 egér érzi magát jól. Ha megcsinálják azt, hogy 50 egeret raknak ugyanebbe a ketrecbe, akkor idegesebbek, agresszívabbak, türelmetlenebbek, még a étkezésükön is kifejezés, bántják egymást, stb. És megint csak molekuláris következménye van, már metilációnak hívják, itt fel volt írva, imént teljesen mindegy, ez a zsúfoltság. A döbbenet az, hogyha egy egeret tesznek egy ilyen ketrecbe, ezt az angol nyelvből fordítva magánzárka effektusnak hívják, ugyanilyen pszichózis alakul ki ezekbe az egerekbe, ugyanilyen molekuláris változások, vagy nagyon hasonló molekuláris változások történnek. Tehát egy ilyen környezeti hatás, hogy mennyi ott a hely, a nagyon szélső, a két szélsőség egyformálhat. Vizsgai időszakban, hogy egy enyhébb témát mondjak, nem véletlen, hogy a hallgatók nagy része halasztást kér. Ez nem csak azért van, mert még nem tudta 8-szor átnézni azt az anyagot, és nem érzi jól magát, meg nem felkészült, hanem tényleg influenzás, megfázásos, felső légúti hurutjai vannak, és tényleg lázza lesz. Tehát rengeteg olyan a stresszel, és a krónikus stresszel, ez az anya, akiről előbb beszéltem, ő egy élethosszíglani stresszben van, mert neki nem beszélve arról, hogy ahol egy komolyan autista gyerek van, súlyos autista, ott a házaspár egyik tagja nem nagyon tud dolgozni. Tehát nyilván anyagilag is ez nagy feszültséget jelent. Tehát itt ér össze a két dolog, a molekuláris genetika és a pszichológia, de hogy a DNS-ünkben a Mozart klarinét verseny mit okoz, azt nem tudom megmondani. Hogyha egy másik távot nézzünk, mert ugye most egy szinkron távot néztünk, ha diakrom módon nézzük, hogy történetileg időben hogyan hat ez, én javaslom, hogy erről vonjuk be a beszélgetésbe a gondolatnak az elejéig János István tanár urat, aki a Nyíregyházi Egyetemnek a oktatója. Azt vizsgálod egyebek között, hogy ugye csontoknak a DNS tartalmából mit lehet megállapítani? Akkor pontosítanék egy kicsit, igen. Én DNS-sel nem foglalkoztam, csontvázleleteket vizsgálok. Csontvázleleteknek a ez igaz, de elsősorban morfológiai szempontból, tehát elhalasztás életkor, nem, illetve volt-e valamilyen patológiás elváltozás rajtuk, amiből valamilyen betegségekre lehet következtetni,
illetve a csontoknak az elemtartalmát vizsgálva lehet következtetni az egyének a táplálkozására. Uh-huh. Többek között például a cink és a stroncium arányából lehet következtetni, hogy domináns volt-e az étrendjében a hús, esetleg a növényi táplálék. Uh-huh. És ebből viszont az életmódra elég sok minden bevonható. Hát így jutottam el a demográfiához, hiszen hogyha egy nagyobb populációban rendelkezésre állnak elhazás életkor és nem adatok, akkor a népességnek a demográfiája felrajzolható. Természetesen nyilván az életkor becslő módszerek némi bizonytalanságot okoznak, de azért azt lehet mondani, hogy például itt a Árpád korban, a 10. században, a honfoglalás korban előtte a születéskor várható élettartam olyan 30-34 év között mozoghatott, és nekem a professzor úr az lenne a kérdésem, hogy a születéskor várható élettartamot befolyásoló géneket kimutattak-e már a közelmúltban, illetve hát tudom, hogy rengeteg tényező befolyásolja ezt. Illetve a másik, amire igen kíváncsi vagyok, hogy minden népességben, ugye köztudott, hogy a férfiak